Az FC Tatabánya ST Karima találkozó abszolút három esélyesnek kimondott mérkőzés volt, hiszen mind a két csapat győzelme mellett szóltak érvek. A Bányász mellett az, hogy hazai pályán játszhattak, a Szigetszent Miklós viszont jó formában van, és mindenki egészséges, nem úgy a hazaiaknál, ahol eltiltások és sérülések tizedelték az elmúlt hetekben a csapatot. A mérkőzésen a Szigetszent Miklós nyomott az elején és alakított ki helyzetet. Az elsőt rögtön a hatodik percben a volt tatabányai Béres lövése nem sokkal került el a kaput. Majd a tizedik percben szintén Béres indította el az akciót, remekül ugratta ki Majorost, aki az ötösön üresen álló Somorjai elé tette a labdát, aki külsővel szépen tette el a bőrt a hazaiak kapusa Dombai András mellett. Ez a találat volt Somorjai első gólja a Szigetszent Miklós színeiben. 8 perccel később viszont jött a válasz egy ajándék szögletet követően. Medgyesi tekerte az ötös felé a labdát, és remekül érkezett Kocsis, aki tarc elől a hálóba fejelte a labdát. Ezután a 27. percben ismét nálunk lett az előny. Jó néhány megnyert fejpárbaj után Majoroshoz került a labda, aki egyből indította Bonifertet, aki nem volt lesen, mert a hazaiak csékája Farkas Viktor beragadt. Móri üldözte, de nem tudta utolérni Bonifertet, aki a kapus mellett magasan előtte a labdát, és 2-1-re módosította az eredményt. Ez volt Bonifert negyedik gólja a bajnokságban, és ez a gólpassz volt Majoros második gólt megelőző passza a mérkőzésen. 3 perccel később Medgyesi lőtt kapufát, de a szerencse velünk volt. Nem adta fel a támadások lehetőségét továbbra sem a Bányász, Kovács lőtt a 40. percben, de Tarci ezen is rajta volt. 2 perccel később a meccs helyzetét hagyta ki Dombai Viktor. 3 védőnk mellett is szépen ment el a tatabányai szélső, ám amikor már csak Tarci mellett kellett volna elrúgni a labdát, a miklósi kapus hatalmas bravúrt bemutatva lábbal hárított. Ezzel a helyzettel véget is ért az első félidő. Aztán a 48. percben Tarci rúgta jó helyre a labdát Bonifertez, aki Béressel kényszerítőzött, és a mélységből induló Somorjaihoz tette a labdát, aki elősen el tudta rúgni a bőrt Dombai András jobb keze mellett. A tatabányai védelem csak asszisztált ehhez a gólhoz, és Somorjai már a második találatát jegyezhette ezen a mérkőzésen. A találkozó az 55. percben pecsételődött meg a tatabányaiaknak, amikor a játékvezető kiállította Demét, aki valószínűleg a bíró megsértéséért kapott egyből pirosat. Innentől kezdve már nem nagyon forogtak veszélyben a kapuk, az STK visszahúzódott és kontrára várt, ami be is következett a 66. percben. Egy megszerzett átadás követően Csepregi indította a jobb szélen teljesen egyedül maradt Bonifertet, aki egy csát követően befelé húzott, és a nem túl erős lövése egy kicsit megpattant az egyik védőn, és ez úgy megzavart Dombait, hogy mellé nyúlt a lövésnek, és ezzel a góllal kialakult a 4-1-es Szigetszent Miklósi győzelmet jelentő végeredmény. A végére még egy bravúrral tette fel a koronát a teljesítményére Tarci, aki a gólon kívül mindent hárított. A tatabányai szurkolók nagyon elégedetlenek voltak érthetően a kedvenceik hitehagyott játéka után, de azért reméljük most már a Bányász is visszatalál arra az útra, ahol még évekkel ezelőtt járt. Mi meg reméljük, hogy a jövő héten esedékes Kozár Mislenyeni találkozón végre legyőzzük a mislenyeket. Tatabánya, ST Karima, 1-4.